Szép jó napot, egészen csodálatos időnk van, szinte hihetetlen. Bár nekem volt egy olyan jóslatom, hogy mivel viszonylag hűvös nyarunk volt, sőt, viszonylag hűvös és csapadékos nyarunk, ezért majd egy hosszú, száraz nap sütötte meleg ősz lesz, aminek vannak előnye és hátránya is. Minden esetre most úszunk a mediterrán hangulatban, október másodika vagy harmadika van, nem is tudom, de nyári meleg, csodaszép idő. Kicsit fújdogál a szél, de az is délről, szinte érezni, hogy az Adriáról jön. A honlapon van egy kis térképünk, ahol élőben lehet látni a mindenkori szélirányt, érdemes megnézni. Mi nagyon sokat figyeljük, ott tökéletesen látszik, hogy honnan jön a adott időpontban a levegő. Nagyon nem először jön Isztria felől, erről is nem sokára lesz egy cikk a honlapon, meg egy videó, egy kis relax videó. Most is szinte érezni az Adria illatát, kicsit a sót a levegőben. Nem vagyunk végül is olyan nagyon messze, földrajzi értelemben egyáltalán nem. De most nem ezért vettem a kamerát, hanem próbálkozunk a klasszikus értelemben vett vlogolással. Lehet, hogy ez egy lehetséges út. Azt tapasztalom, hogy főleg a támogatók, akik jóval gyakrabban kapnak videókat, mint a nem támogatók, ők szeretik ezeket a sétákat. És most is sétálunk egy kicsit a birtokon, de most nem azért, hogy megmutassam mondjuk a Szent Kristóf ösvényt, ami itt megy be, vagy a hollóetetőt, ami mellett mindjárt elmegyünk, vagy a nagyvadföldet, vagy a mézelőzónákat, amik most nem is virágoznak, hanem egy másik témát szeretnék elővenni, ugyanis ma életemben először le kellett tiltanom hozzászólásokat, illetve az egyik posztnál, ami a Karikó Katalin Nobel-díját adta hírül, ott teljesen leállítottam a hozzászólásokat, mert egészen elképesztő hozzászólások is voltak. Én nem akarok itt senkit a földbe döngölni, meg minősíteni, eleve nem szeretem a minősítéseket. Egyszer írtam is egy részletes cikket arról, hogyha például valaki szeretné megítélni gyorsan, könnyen, hogy egy sajtóorgánum, egy hírportál, vagy akár egy újságíró is mennyire megbízható, mennyire érdemes oda menni, mennyire érdemes rászállni az időt, akkor nagyon sok mindent vizsgálhatunk, de az egyik az az, hogy megnézzük, hogy mennyi minősítéssel él. A minősítés a legolcsóbb és legalantasabb cucc. Nem igényel alátámasztást igazán, pillanat alatt megteremti a hangulatot, befolyásol, manipulál, szóval nem szeretek. Tehát azt mondani, hogy vagy tudom, valakitől elolvasni valamit, és azt mondani, hogy hát ez egy barom, nagyon egyszerű. Kellőképpen bántó, kellőképpen elbizonytalanítja még a magabiztos embereket, és ugyanakkor nincsen mögötte semmi. Hát ilyet lehet mondani akkor is, hogyha az illető tényleg barom, meg akkor is lehet mondani, hogyha az illető egyáltalán nem az. Ezért sajnos a minősítőkre általában igaz, hogy ők a barmok, ha már valaki. Na mindegy, szóval nem szeretek minősíteni, és nem is szeretnék. Ebben az esetben sem. Igazán egy kicsit megdöbbentett, hogy mennyire megosztó a Karikó Katalinnak a Nobel-díja, hogy hányan dühösek, és milyen vérmesen szidják őt. De azért nagyon vad dolgokat is odaírtak a Facebook oldalra, emiatt döntöttem úgy, hogy ezek azért nem maradhatnak ott. A Facebook meg nem biztos, hogy alkalmas platform arra, hogy ezeket megbeszéljük. Hemzsegnek a trollok, és egyébként is a Facebook egy aljas cég, a Zuckerberg is. Szerintem, személy szerint, sokszor írtam róla, én nem szeretem. És ugye most ugye minősítettem méghozzá elég durván, de legalább én jó pár körben megindokoltam, és most is megindoklom, mert olyan algoritmussal dolgozni, ami a megosztottságot díjazza, a balhét, tehát
ugye az olyan posztokat adja előre, olyanok, azokat terjeszti hatékonyan, ahol mondjuk sok a dühös fej, sok a szitkozódás, hát ahol áll a bál, ahol nagy a balhé. És akinek ez a szempont, és aki ezt preferálja, az, azt én nem tartom tisztességesnek. A Facebooknál pedig ez van. Tehát ezzel részint ezért van az, hogy remek jó posztok, írások is ott vannak valahol eldugva, mégsem kerül elénk, vagy csak nagyon nehezen. Irgalmatlanul tudatos felhasználónak kell lenni ahhoz, hogy ne a szemét, a balhé jöjjön velünk szemben állandóan, és ebben nem csak az emberek aludosak, hanem a Facebook is, és azok, akik tulajdonolják azt a céget, és azok, akik ezeket a logaritmusokat írják. Tehát a Facebook nem alkalmas ezeknek a vitáknak a lefolytatására, és ezt szeretném mondani, hogy anélkül, hogy a nagyon szélsőséges véleményeket és minősítéseket helyén valónak gondolnám, vagy aláírnám, az ősolvasók, akik régóta követnek, pontosan tudják, hogy egyáltalán nem vagyok elkötelezett, és nem elkötelezett, időszakos híve sem a szent tehenek babusgatásának, vagy annak, hogy ne kétkedjünk dolgokban. A kételynél jobb dolog nincs a világon, de ez is olyan, mint a nem tudom, mint a rántott hús. Baromi jó egészen addig, amíg ismerjük a mértéket. Kételkedni is kell, sőt, szükséges, és akár még egy Nobel-díj ügyében is, ha valaki ebben hiteles, szerintem én lehetek az, egy egész regényt építettem föl egy Nobel-díj megkérdőjelezésére, méghozzá egy orvosi Nobel-díj megkérdőjelezésére. A Jégvágó című regényem alapvetése, vagy az egyik fontos kiindulási pontja, rétege, az a lobotómiáért odaítélt Nobel-díj, ami egy embertelen sintér eljárás volt, ami emberek tízezreinek tette tönkre az élet, és ami szerintem, vagy amiről szerintem az első pillanatban lehetett volna tudni, hogy barbárság. Mégis Nobel-díjat kapott, és mind a mai napig vannak, akik követelik, hogy ezt a Nobel-díjat vonják vissza. Ha valakit érdekel közelebbről, majd rakok föl részeket, még a regényből rakok föl részeket az új weboldalra, ahol még nincsenek részletek belőle. De a legjobb lenne, hogyha megrendelnétek a Jégvágót és elolvasnátok. Azt mondják a kritikusok és olvasók is, hogy jó és letehetetlen könyv, szóval nem lenne kidobott pénz, és egy plusz adalék lenne Nobel-díj ügyben is. Tehát, hogyha valaki kritikus a Nobel-díjjal szemben, vagy egyáltalán tudományos eredmények elismerésével szemben, az én vagyok. Még az is elő megfordult bennem, amikor áprilisban infarktust kaptam, majd meghaltam és újraélesztettek. Ez pontosan fél évvel ezelőtt volt. Még az is, igen, eszembe jutott, hogy nem lehet-e az oltások mellékhatása. Sőt, mielőtt felvettem az oltást, azelőtt is eszembe jutott, hogy azért nyilván lehetnek kockázatok, és abban is lehet valami, hogy ennyire hirtelen, gyorsan bevezetni egy oltást, legalábbis a korábbi gyakorlathoz képest azért az kockázatos. De ehhez én egészen másképp álltam, mint a többség. Az a helyzet, hogy az oltás után, hogyha rosszul lettem volna, és én ezt a szűkebb környezetemnek el is mondtam, hogyha esetleg nálam föllépne valami az oltás miatt konkrétan, rosszul lennék, vagy meghalnék, ne háborogjanak, ne sajnálkozzanak túl sokat. Ez benne van a pakliban, és bizonyos hiba százalékkal dolgozik a tudomány. A tudomány sem egy ember fölötti valami. Nincs tökéletes ember, nincs tökéletes tudomány, semmi nincs, ami emberi és tökéletes lenne, és ebben jobb belenyugodni. Nem nyugszunk bele, akkor állandóan minden ellen, indokolatlanul is lázadni kell, állandóan pömpörögni, hőbörögni, fröcsögni,
És úgy, hogy nem visz előre sehova. Tehát bizonyos kockázatokat tudomásul kell venni, ezt tudomásul vettem az oltás előtt is, és tudomásul vettem utána is, bár mondom, megfordult bennem annak a lehetősége, hogy esetleg az infarktus az oltás mellékhatásaként jött zsöng egy kis életembe. Na most, itt az alapvető probléma, hogy látom, az az, amiről korábban is írtam már, és ez nem az emberek hibája, hogy, és óriási felelőssége az elitnek. Annak az elitnek, amihez szegről, végről, ha akarom, hanem én is tartozom, mint író, az úgynevezett értelmiségnek. Igen, tehát az értelmiségiek, a politikusok, talán ez a két réteg az, ami leginkább felelős itt. Mégpedig oly módon, hogy nagyon felvilágosultnak és nagyon műveltnek akar tűnni, és bizonyos tekintetben meg is tesz sok mindent azért, hogy az legyen. És persze nem mulasztja el úton, útfélen, percről persze a lehető legindokolatlanabb helyzetekben is számon kérni másokon, a por népen, a plebszen, hogy ez miért nem művelt, hogy ez miért nem olvassa az ő könyveit, miért nem értékeli az ő festményeit, vagy miért nem értékeli az ő ideológiáit. Ettől vagyok a leginkább rosszul, és közben pedig az a helyzet, hogy élünk egy világban, amit elsősorban a tudomány ír le a számunkra. A művészetek, a humán műveltség az alapvetően az emberről szól, önmagunkról szól. Nem kell nagy ész, és ebben egy kicsit durva leszek, nem kell nagy ész, rohadt sok belátás, vagy egy ötösnél magasabb intelligencia annak belátásához, hogy az egy abszurd állapot, hogy az ember, a homo sapiens azt hiszi, hogy az idejének a túlnyomó többségét önmagával kell töltenie. Magával kell bíbelődnie, folyton folyvást is. Az ebbéli eredményeit kell állandóan propagálni, és irgalmatlanul nagyra tartani. Ez baromság, mondom úgy, hogy íróként ez ügyben magam ellen beszélek. Mert hát bármit tudunk meg magunkról. Bárhány könyvet, regényt írunk, és verset, és jöhet még 1000 festmény, és 5000 opera, és szimfónia, és ária, és láger, és ideológia, és filozófia. Ha ennek az egésznek, ami mi vagyunk, és velünk kapcsolatos, nem tudjuk a helyét a világban, akkor az egészet pont a hajunkra kenhetjük, és fogalmazhattam volna sokkal durvábban is. Épp a tudomány az, ami alkalmas lenne arra, hogy mindezt elhelyezzük, hogy lássuk a világot, magát, azt jobban meg tudjuk ismerni, ami fenntart minket. Na és régi veszőparipám, műveltnek tartjuk azt, aki olvasta a Faustot, műveltnek tartjuk azt, aki lájkol, és nem most nem mondok neveket, a honi vagy nemzetközi kortárs szellemi életből. Akiknek a többsége egyébként semmi, tehát felejthető figura, csak ebben a műveltségi hacacáriba föl van hájpolva. Tehát az a művelt ember, aki olvasta a Faustot, aki tételenként ismeri a, nem tudom én, Beethoven és Mozart szimfóniáit és operáit, és a többi, és a többi, és József Attilát idéz, és Pascalt olvas, és... De ha nem tud megkülönböztetni egy hársfát a gesztenyefától, eszébe nem jut senkinek azt mondani, hogy ez műveletlen, mert Faust megvan. Miféle műveltség ez? És az a helyzet, hogy műveletlen társadalmakban élünk, nem csak itt, hanem mindenhol a világon. És nem ezek a társadalmak, bár túl vannak elvileg a felvilágosodáson, fogalmuk nincsen arról, hogy mi az, hogy tudomány. Azoknak se, akik a Covid idején rettenetesen fröcsögtek a virológusok ellen. És szóval a jó nép nem tehet róla, hogy nincs egy kézzelfogható, eleven élő tapasztalata arról, hogy hogy működik a tudomány. Ezért
ezért nagyon könnyen félreértelmezi a dolgokat szerintem a koronavírussal kapcsolatosan, a Covid-dal, a pandémiával, a kutatásokkal és Karikó Katalinnal kapcsolatosan is. És ez nagyon szomorú. Jaj, ez a sét, ez jó ötlet, csak nem fölfelé kell sétálni, mert ha indulat is van, meg emelkedő, és a kettő együtt úgy kifullasz, hogy nem tudok tovább beszélni. Azokat, akik nagyon ki vannak akadva, nagyon szépen kérem, hogy bármennyire nehéz is, bármilyen súlyos kétségeket is fogalmaznak meg, legalább annyit tegyenek meg, hogy ezt valamelyest finomabb, cizelláltabb módon teszik meg, legalább annyira finomítsanak rajta, hogy ne kelljen aztán tiltással élni. Mert én nagyon nem vagyok híve ennek. És én nagyon híve vagyok bármiféle kételynek. Úgy, hogy ugyanakkor ne csak kétel legyen, hanem legyünk képesek az elismerésre is. És minden nap, minden órájában álljunk készen arra, hogy észrevegyük, ha valami jó. Mert ez egy ilyen Kárpát-medencei baromság, hogy nagyon tudjuk, hogy éppen mikor mi fáj, éppen mikor mi pocsék, de 6 tonnás jó szakadhat az arcunkba, meg a nyakunkba percenként, azt akkor sem vesszük észre, de ha észre is vesszük, a világért nem reagálnánk le. Nem adnánk érte hálát, vagy nem köszönnénk meg. Ezt felejtsük el. A tudomány annyiban felelős talán, hogy a tudománynak is meg kellene tanulnia kommunikálni. Ami egyébként nagyon nehéz ebben a csatazajban, tehát aki próbált már bármiféle üzenetet eljuttatni egy kicsit szélesebb körben az interneten, vagy a sajtóban, az pontosan tudja, hogy tulajdonképpen mesztelenül kell ugrálni egy hordó tetején ahhoz, hogy átmenjen bármiféle üzenet. Ennek ellenére ilyen sanyarú és egyre romló körmények között is a tudománynak igenis meg kell kísérelnie az, hogy kommunikáljon, meg kell kísérelnie az, hogy a műveltségen belül megfelelő szintet érjen el, megfelelő helyet kapjon, és ebben biztos, hogy nem áll jól. Sajnos az is van, hogy a kutatók többsége, és ezt megint tapasztalatból tudom mondani, mert a kutatásnak van egy ilyen óriási vonzereje és bűvköre, amiben a kutatót bevonja, és tulajdonképpen egy kutató a kutatás témájának bűvkörében egy boldog burokban él. Föl is lehet tenni azt a kérdést, hogy feladata-e a kutatónak, hogy ő kommunikálja, vagy mit kutat. Nyilván nem mindegyik kutatónak, de valahogy kellenének a tudomány köré olyan emberek, akik ezt jól le tudják fordítani, hogy mi zajlik ott. Éppen azért, hogy ne kelljen állandóan félreértések mentén lavírozni, és ne legyen állandóan az a helyzet, főleg a Covid óta, hogy keletkezik egy rossz álhírra a tudománynak, holott arra nem szolgált rá, nem rosszabb a tudomány újabban, mint volt régen. A jó nép állapota rosszabb, a műveltség értelmezése szűkösebb és hibásabb. Ennyi történik igazán csak. A kommunikációs tér változik. A tudomány, legalább ott is, persze ott is vannak mindig szélhámosok, sarlatánok, ott is vannak középszerűek, kimagasló zsenik, zselérek és napszámosok, de alapvetően abban a tekintetben nem változott, abban a tekintetben hagyjuk ezt. Hú, ez a legrosszabb fordulat, amit használhatok, mindegy. Szóval abból a szempontból nem változott, hogy a tudomány a folytonos keresgélés terepe, ott mindig téziseket állítunk föl, amiket egy jó tudós nem igazol, vagy száfol, hanem ellenőriz. Ellenőriz, és az ellenőrzöttsége, tehát a dolgoknak, a hipotéziseknek az ellenőrzöttsége a fontos, nem az igazolása,
Mert hogyha igazolni akarunk valamit, akkor nagyon igazolni akarunk valamit, pláne, hogy ez hiúsági kérdés is, akkor belemehetünk könnyen akár hamisításokba is. Hanem igazolni kell. És változnak az eszközök, fejlődnek az eszközök. És ezért a tudományban, ami egyik nap még érvényes, a másik nap bizony előfordul, hogy nem érvényes, vagy nem úgy érvényes. A tudomány is fejlődik, hál' Istennek. De azt látni kell, hogy minden stációban, mindig, amikor vannak hibák, ugyanakkor minden stációban lép előre valamit. És mi is lépünk előre valamit, és ezt így kell, ebben a folyamatában kell látni, nem pedig beágyazza mindenféle összesküvés elméletekbe, amik teljesen igazolhatatlanok, ellenőrizhetetlenek. Nekem van a tudománnyal kapcsolatosan egy nagyon mély, erős, gyerekkortól datálható élményem, és én azt tanultam meg a tudománytól, már gyerekfejjel, hogy az ellenőrizhetőség az nagyon fontos. Ami nem ellenőrizhető, azzal nagyon sokáig nem érdemes foglalkozni. Az nem jelenti azt, hogy nem igaz, de ha nem ellenőrizhető, akkor vagy igaz, vagy nem. És ezzel a vaggyal nem sok mindenre fogunk tudni menni. Mint ahogy az interneten és a Facebookon sem tudnak az emberek ezzel sokra menni. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy egy kicsit békésebb napok jönnek, és majd tudok csinálni egy másik videót is. Na jól van, a legjobbakat nektek, meg egyébként magamnak és mindenkinek, és további szép őszt!